Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt? Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Melyik lakást fogják megnézni? A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Egy férfi szobát foglal egy szállodában. Melyik szobában fog megszállni? Tengerpart szálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen. Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó, óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Melyik szobában fog megszállni? Egy férfi szobát foglal egy szállodában. Melyik szobában fog megszállni? Tengerpart szálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen. Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Egy nő a fodrászával beszél. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre. Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Moinért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van. És mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Egy nő a fodrászával beszél. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre.
Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Moinért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van, és mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Egy diák fiú és egy diák lány álláshirdetéseket néznek. Melyik munkára fog a diák lány jelentkezni? Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnál csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen. Szeretem azt a helyet. És útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik kettő közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Melyik munkára fog a diáklány jelentkezni? Egy diák fiú és egy diák lány álláshirdetéseket néznek. Melyik munkára fog a diák lány jelentkezni? Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnál csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen. Szeretem azt a helyet. És útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik kettő közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Egy nő felpróbál egy ruhát, és az eladóval beszélget. Melyik ruhát fogja megvenni? Ez nagyon jól áll magán, és a méret is tökéletes. Igen, pont jó. De én általában egy színűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszú ujjú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm, azt veszem meg. Melyik ruhát fogja megvenni? Egy nő felpróbál egy ruhát, és az eladóval beszélget. Melyik ruhát fogja megvenni? Ez nagyon jól áll magán. És a méret is tökéletes. Igen, pont jó. De én általában egy színűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszú ujjú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm, azt veszem meg.
Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Halló, megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, 2 kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Halló, megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, 2 kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Egy nő egy étteremnek telefonál. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Halló, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sálját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részén volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült, vagy asztalnál? Egy 4 személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Egy nő egy étteremnek telefonál. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Halló, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sálját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részén volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült, vagy asztalnál? Egy 4 személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Egy ember lakást keres. Melyik lakást fogja választani? Elnézést, lakást keresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? 2 szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. 2 szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást 2 nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Melyik lakást fogja választani?
Egy ember lakást keres. Melyik lakást fogja választani? Elnézést, lakást keresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? Két szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. Két szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást két nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Egy nő születésnapi tortát rendel. Melyik tortát fogja megrendelni? Elnézést! Egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű! Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és négyszögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük. Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Melyik tortát fogja megrendelni? Egy nő születésnapi tortát rendel. Melyik tortát fogja megrendelni? Elnézést! Egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű! Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és négyszögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük. Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Egy férfi és egy nő a költözés időpontjáról beszélgetnek. Mikor költöznek? Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát, és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek. Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum egy hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. Egy hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen. És van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Mikor költöznek? Egy férfi és egy nő a költözés időpontjáról beszélgetnek. Mikor költöznek? Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek.
Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum egy hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. Egy hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen, és van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Egy férfi a kiárusítás alatt vásárol. Mit vesz, és hány darabot belőle? Elnézést, ez az ink csak 3-as csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem, igazából nincs szükségem 3 ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a 3-as csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért 3-at kap. Tehát egy 3-as csomag nyakkendő ezért az árért, és a 3-as csomag ing egy ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik 2 inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Mit vesz, és hány darabot belőle? Egy férfi a kiárusítás alatt vásárol. Mit vesz, és hány darabot belőle? Elnézést, ez az ink csak 3-as csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem, igazából nincs szükségem 3 ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a 3-as csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért 3-at kap. Tehát egy 3-as csomag nyakkendő ezért az árért, és a 3-as csomag ing egy ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik 2 inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Egy nő a táska eladásokról tart jelentést. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal? A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van. Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Egy nő a táska eladásokról tart jelentést. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal? A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van.
Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Egy férfi egy kórházat hív telefonon. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Halló? Egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól. De a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben. Visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Egy férfi egy kórházat hív telefonon. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Halló? Egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól. De a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben. Visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Egy férfi elmegy egy nőismerősének a lányáért. Melyik a lánya? Megtennél nekem egy szívességet, és elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni. Rendben. Hogy néz ki? Fekete, göndör haja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké. Még valami ismertető jel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Melyik a lánya? Egy férfi elmegy egy nőismerősének a lányáért. Melyik a lánya? Megtennél nekem egy szívességet, és elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni. Rendben. Hogy néz ki? Fekete, göndör haja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké. Még valami ismertető jel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Egy férfi a pénztárcájáról beszélget egy nővel. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem, nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma.
Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Ó, most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben, akkor menjünk oda és keressük meg. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Egy férfi a pénztárcájáról beszélget egy nővel. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem, nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma. Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Ó, most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben. Akkor menjünk oda és keressük meg. Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek. Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a 3. közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4., de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után. Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján. Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek. Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a 3. közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4., de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után. Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek. Melyik a nő öccse? Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen.
De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a második. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem, nem igazán. Melyik a nő öccse? Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek. Melyik a nő öccse? Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a második. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem, nem igazán. Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek. Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Nézd csak ezt a cikket! A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb három tantárgyról szól. Hadd nézzem! Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a második. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. Ó, a politika tudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Ó, igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek. Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Nézd csak ezt a cikket! A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb három tantárgyról szól. Hadd nézzem! Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a második. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. Ó, a politika tudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Ó, igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? A tévé időjárás jelentést sugároz. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet,
majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A tévé időjárás jelentést sugároz. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. Egy futár a recepcióssal beszélget. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a negyedik emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Egy futár a recepcióssal beszélget. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a negyedik emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm.